Köszöntöm a Bölcsőgi Magazinunk nézőit, Lipták Péter vagyok. Tartsanak velünk, mutatom, mit kínálunk a következő percekben. Mégis lesz új bölcsödéje nagymányoknak. Nagyszabású beruházások, óvodafelújítás, bölcsöde és sportpályaépítés Kakasdon. Megszűnik az özönvíz Kétyen. 150 éves a Cikói Általános Iskola. Jubilómi könyvet ad ki a tanári gárda. Új helyet kap a védőnői szolgálat Aparhanton. Hónapokig úgy tűnt, hiába nyert pályázatot nagymányok a bölcsöde építésére, a beruházás mégsem valósul meg. Pedig az egyre bővülő gyereklétszám miatt nagyon fontos a település életében az intézmény létrejötte. A Covid járvány után sikerült beruházót találni, így várhatóan az év végére elkészülhet az egycsoportos intézmény. Majd 10 esztendővel ezelőtt az egykori iskola épületéből óvodát alakított ki Nagymányokváros önkormányzata. Akkor úgy tűnt, soha nem telik majd be lakókkal a felújított épület. De az élet rácáfolt a kétkedőkre, és ma már nyugodtan ki lehet tenni a teltháztáblát az ajtóra, a térség fejlődése magával hozta a gyereklétszám bővülését is. Ez aztán további lépések megtételére késztette a döntéshozókat. Bármilyen hihetetlen, megtelt, olyannyira, hogy a bölcsödei csoportot ki kell vennünk az óvodából, és egy önálló bölcsödét hozott létre, ami itt épül mögöttünk. Úgyhogy ez se volt olyan egyszerű, mint amilyennek látszik, mert megpályáztuk, elindult a beruházás, de az áremelkedés, Covid és sok minden összetevő miatt kivonult a vállalkozó, és most új közbeszerzés, új pótfinanszírozási pályázat, stb., de mint látszik, folytatjuk az építkezést, és hát remélhetőleg őszrebe is fejeződik, és egy szép kis bölcsödénk lesz itt az óvoda mellett. Az első számítások szerint 93 millió forintba került volna a beruházás, de az említett okok miatt további 33 millió forintos pótfinanszírozásra lesz szükség ahhoz, hogy az eredeti tervek szerint fejeződjön be a beruházás. Én úgy gondolom, hogy most 5 évre megoldott, vagy pár évre megoldott, de ha ez a tendencia marad, akkor meggyőződésem, hogy főleg ha tudunk lakóterületeket kialakítani, akkor egy 5-6-10 év múlva még egy óvodát kell építeni. Az iskola ugye most nem mi berkeinken belül van, de azt látjuk, hogy most már ott is jelentősebb a létszám. Ugye ez volt az alsó tagozat régen, most egy helyen vannak. Hát én jó lenne, mire nyugdíjba vonulok, és végleg, és úgy a békés évet töltöm, hogy kevés lenne az iskola is. Nagyon jó lenne. A most épülő bölcsödét egy csoportnyi 15-17 gyerekre tervezték, akkor igényeinek megfelelően minden szükséges helység helyet kap majd benne, és olyan terv készült, hogyha kell, további egy csoporttal bővíthető lesz. A most óvoda épületben működő mini bölcsödében 8 gyerek jár. Ha ez felszabadul, akkor az óvodai kapacitás is megnőhet majd. Annak az utcának a másik végén vagyunk, ahol a bölcsöde épül. Ez Nagymányoknak az új telepi település része, így nevezte el a lakosság. Ez pontosan olyan öreg ez a település rész, mint én. Tehát 56-ban épült. Eternécsöves vízvezeték, betoncsöves szennyvízvezeték, föl nem újított vízelvezető rendszer. Most ebből már megvalósult a csatornaépítés, ezt lehet mondani, hogy teljesen kész. Az eternitcsöves hálózat egy részét saját erőből kicserjük, azon a része mindenképpen, ahol most útfelújítás is lesz, és meg fog épülni a árokrendszer újra, ugye 56-ban épült utoljára, mert azt tudni kell, hogy ennek a település résznek a két sarka között 8 centi szint különbség van, tehát csak burkolt árok tudja elvinni a csapadékvizet. Bízom benne, hogy ez őszig minden meg lesz. A nagy rendetlenség és a nyomor az még nagyobb lesz, mint most, hiszen még keresztben hosszában mindent fölásunk. És ha ez mind megvan, addigra bízom benne, hogy elbírálják a pályázatunkat, és akkor egy útépítéssel fejeznénk be. Gyakorlatilag a Malom utca és az Alkotmány utca kapna új aszfaltburkolatot. Ez az aszfaltburkolat, ez még az álom része, de én bízom benne, hogy most a pályázatok azért nyerni fognak, és meg tudjuk építeni. Így aztán már zavartalan körülmények között indulhatnak majd az új nagymányoki bölcsödébe. Az elmúlt időszak egyik legnagyobb gyermekekhez kötődő beruházását hajtották végre Kakasdon. Ugyanis az utóbbi 40 évben nem történt ilyen mértékű felújítás a helyi óvodán. Az egyéb pályázatokból befolyt összegekből pedig még egy bölcsöde és egy rekordtámborítású sportpálya is épült a helyi gyermekek fejlődésének és kényelmének érdekében. Megújult a kakasdi óvoda, melyhez hozzáépítettek egy teljesen új, hétfő befogadására alkalmas mini bölcsődét is.
a terület és településfejlesztési operatív programnak köszönhetően. A bruttó 195 millió forintot meghaladó pályázat keretein belül többek között új tetőszerkezet is került az épületre, valamint energetikai korszerűsítést is végrehajtottak rajta. Ez egy 2016-os toppos pályázatból valósult meg az Kakasdi óvoda felújítása, és egy mini bölcsőde épületrész is hozzáépült, amely 7 fős befogadó létszámmal rendelkezik. Toppos pályázat bruttó összege meghaladta a 195 millió forintot, és régóta esedékes volt, hiszen 40 éve nem történt az óvodán felújítás. Nagyon örültünk neki, hogy sikerült megvalósítani. Ennek keretén belül a tetőre új héjazat került, és a tetőszerkezet is megerősítésre került, valamint energetikai korszerűsítést is végrehajtottak az épületen, új nyílászárós kerültek átadásra, hőszigetelés került az épületre, valamint energetikai korszerűsítésén belül a fűtéskorszerűsítés is megtörtént, belül pedig a mosdókat újították föl, a új padlózat került néhány helyre, több helyen pedig felújítása történt meg, és festés és a villanyhálózat cseréje is megtörtént. A bölcsődei épületrész az teljesen új, egy csoportszoba van benne, és ehhez kapcsolódóan kiszolgáló helyiségek. A nehézségét az adta, hogy 16-os pályázatról lévén szó mindenki tudja, hogy az anyag és munkadíjárak úgy elszaladtak, hogy 2020-as megvalósításra úgy kerülhetett sor, hogy műszaki tartalmat csökkentettünk, és ennek kerületően belül több mindent ki kellett venni a pályázatból. Ellensúlyozására a Magyar Falu Program pályázatot nyújtottunk be, és hál' Istennek nyertes is lett, olyan 5 millió forint, mondhatom, hogy 5 millió forint értékű óvodai udvar fejlesztése nyertes pályázatunkból, a mögöttem látható új játszóeszközök kerültek beszerzésre a gyermekek legnagyobb örömére. Hozzátette, nem csak a legkisebbek számára, de a nagyobb korosztály részére is történtek fejlesztések. Az óvoda területén egy rekordtámborítású sportpálya került kialakításra, amit a helyi lakosok korlátozás nélkül vehetnek igénybe. Az, ami még eredmény itt az óvoda területén belül, hogy egy rekordtán felületű sportpálya kialakítására került sor, ez szintén magyar falus pályázat, és ennek az értéke bruttó 28 millió forintot meghaladja. Maga a pályát tartalmazza ez a pályázat, valamint 39 féle eszköz került átadásra a gyerekek nagy örömére. A szülőknek is köszönetet kell mondanunk a pályázat megvalósítása során, hiszen amikor műszaki tartalom csökkentésére került sor, akkor a lehúzott eszközöknél fölmerült a kérdés, hogy hogyan pótoljuk, és erre a szülői munkaközösség adta meg a választ, az ő segítségükkel tudtuk a külső és belső felújításon felül a berendezéseket, felszereléséket, bútorokat és játékok nagy részét felújítani. Számtalan fajta labda, tehát kosárlabda, kézilabda, mind gyerekméretben szabálytalan alakú labda, vizes labda, felsorolni is nehéz, egyensúlyozó félgömböt tartalmaz, bójákat, lyukasztott bójákat, szivacsos eszközöket, mindent, amit akár a bölcsödébe is nagy sikerrel használhatnak. A sportpályánál elmondanám, hogy nagyon büszkék vagyunk rá, hiszen azért nem minden óvoda mondhatja el, hogy igényes és korszerű sportpályával rendelkezik, és fontosnak tartjuk így, hogy a gyerekek közösségbe kerülnek a játék mellett, a sportra is felhívjuk a figyelmüket. Szerintem ez a mai világban fontos is, és remélem, hogy maradandó élmény is lesz számukra. Azért is, mert itt Kakasdon jelentős a sportélet, nagyon aktív a sportegyesület, tehát ha ezen az úton szeretnének maradni, akkor maradhatnak is. És közösségformáló szerepe is van, mert a pályát nem szeretnénk bezárni, tehát hogyha az óvoda nyitvatartási idején kívül szeretnék használni, ezt meg tudják tenni, akár szülőkkel, akár csoportosan. A kakasdi beruházásoknak köszönhetően a település mindenkorú gyermeke számára történtek fejlesztések. Amíg a legkisebbek bölcsődébe és óvodába járhatnak, a nagyobbak az új sportpályát is használhatják. Augusztusban a hirtelen lezúduló eső rendre elmossa Kétyet. Mivel a falu vízelvezető rendszere nem tudta levezetni az alkalmanként nagy mennyiségű csapadékot, így a település vezetése pályázati forrásból építi meg az új árokrendszert. Munkagépek nehezítik a közlekedést Kéty egyik legforgalmasabb utcájában. Mégsem hallatszik szitok.
Partnerként viselkedik építő és lakos a nehézségek ellenére. A helyiek megkönnyebbüléssel vették tudomásul, hogy egy darabig építkezni fognak az utcákban, mert tudják, a munkálatok végeztével hosszú évek óta tartó nehézség megoldása születik meg. A vízelvezetés problémája évek óta megoldatlan a településen. A települési operatív program pályázati lehetőségeinek keretében nyílt lehetőségünk arra, hogy ezt a csapadékvíz hálózati rendszert esetleg fel tudnánk újítani. Igazából erre a területre azért esett a választásunk, mert a Kossuth utca és a Hegedűs Gyula utcának a vízgyűjtő rendszere, ami nagyjából 200 hektár, és ennek a településünkre bezúduló csapadékvizét ez az árok rendszer kellene, hogy elvezesse, és hát erre képtelen volt ebben a formában, ezért gondoltuk, hogy ezt a részt újítjuk föl ebben a programban. 126 millió forint ennek a költségvetése, ennek a beruházásnak, amelyből az összes olyan hidat meg tudjuk csinálni, ami nem felel meg a csapadékvíz áteresztő képességének. Ha elérkezik az augusztus, a kétjék mindez idáig félve kémlelték az eget, mert évek óta megérkezik az esőzés is, amely elönti az utcákat, megrongálja a kerítéseket, és vízzel tölti meg adott esetben a házak szuterinjét. Amikor a villámárvizek jönnek, akkor ahol most állunk, a kerítéstől a túlsó oldalig egyben van a víz általában. Ennek a legnagyobb okozója a bal kezemnél lévő árokrendszeren lévő hidak, amiknek az áteresztő képessége nagyon-nagyon kicsi, illetve a hidak nyomvonala össze-vissza van, és ezért a víznek szinte akadályát képezik, és egy pillanat alatt az árokból kilép ez a nagy mennyiségű csapadékvíz, és elönti az utcát. Hogyha megnézitek, akkor lehet látni, hogy ezek a gyűrűk ezekhez a hidakhoz, illetve ehhez az árokszelvényhez nagyon-nagyon kicsik, illetve az egyik így áll, a másik így áll, a harmadik így áll. Ezen az oldalon is, hogyha megnézzük, akkor itt sincs a nyomvonal összerakva. Hát mindenki, aki a hidat építette, akkor abban az időben olyan hidat csinált, amihez pénze volt, illetve ahogy ő azt kitalálta. Most ez egy egységes szép árokrész lesz, vadonatúj hidak lesznek ezen az oldalon. Itt fönt a munkások lehet látni, hogy lapozzák az árkot. A talajvíz ezen a részen eléggé magas. Ezért a kivitelezés úgy lesz megcsinálva, hogy hiába lesz egy zárt árok rész lapokkal, alul azon a részen, ahol a talajvíz be tud folyni, ott ilyen rácsok lesznek beépítve, és akkor ott a talajvíz le tud folyni, illetve hogyha el is tud az árok szikkanni, amennyire el tud. Ez egyfajta értékmentés, mondta Gödrei Zoltán polgármester, hiszen ezek a pályázatok pont azt a célt szolgálják, hogy az itt élők házait, értékeit megmentsük. Az árokrendszer megújítása nem a végleges megoldás, hiszen a következő lépésben adatöregszik majd a település vezetése, hogy ezeket a vizeket kivezesse a falu szélén található gyűjtőterületre. A helyi önkormányzat és a tanári gárda közös összefogásának köszönhetően a Cikói Perczel Móra általános iskola fennállásának 150. évfordulójának alkalmából könyvet jelentetnek meg. A képekkel illusztrált jubilómi kiadásban felelhetők a régi iskola, a volt diákok és egykor az intézményben tanító tanárok portréi is. A Cikói Általános Iskola fennállásának 150. évfordulója alkalmából jelentett meg könyvet az intézmény vezetése. A másfél évszázad alatt az egykori diákokról, tanárokról és az intézményről készült képek is helyet kapnak a jubileumi kiadásban. Walter Nénagy Erika, a Cikói Perczel Móra Általános Iskola igazgató helyettese elmondta, több ember munkája dicséri a könyvet, hiszen az évek során rengeteg anyagot és képet kellett feldolgozni. A jubileumi ünnepléshez hozzátartozik egy megemlékezés is, amire június 3-án kerül sor. 2021-ben lett volna 150 éves, de ugye a Covid miatt nem tudtunk semmit megtartani, és az idén szeretnénk. Többféle dolgot is kitaláltunk, az egyik az, hogy egy jubileumi könyvet készítünk az iskoláról, mégpedig nagyon érdekes felépítéssel lesz egyrészt az iskola történetéről,
Aztán lesz egy olyan rész, ahol a volt tanárok, illetve volt diákok emlékeznek meg az iskolában töltött éveikről. Aztán lesz egy olyan rész, ahol képek és emlékek jönnek elő, illetve lesz egy olyan rész, ahol elmeséljük, hogy milyen programjaink vannak. Rengeteg képet tettünk bele, és hát igazándiból ez az egész összefogja az iskolának a 150 évét. Nagyon érdekes volt a dolog, ahogyan összegyűjtöttük ezeket a képeket. Ugye ősszel megkértük a falusiakat, illetve a volt iskolásokat, hogy küldjenek nekünk képeket. Nagyon-nagyon régi képek is bejöttek, nagyon sokat segített nekünk az önkormányzat is, és rengeteg olyan eszközt is küldtek, amit egyébként régen használtak. Ebből jött az ötlet, hogy lesz egy jubileumi műsorunk június 3-án, és akkor tartsunk egy kiállítást is, amit az iskolában használtak, azt mind ki szeretnénk állítani, illetve lesz egy olyan, hogy a régebbi igazgatókat, polgármestereket meghívjuk, és akkor tartunk nekik egy kis előadást, és elmeséljük az iskola történetét, meg hát egy kicsit így emlékezünk. Úgyhogy jelenleg ott tartunk a könyvvel, hogy összerendeztük a fejezeteket, és minden a helyén van most már, a képeket is beillesztettük, és elküldtük a nyomdának. Úgyhogy körülbelül egy 3 hét múlva megkapjuk a végleges kiadványt, és fogjuk látni, hogy hogy néz ki, és ha minden rendben van, akkor mehet a nyomdába is kinyomtatják. Molnár Józsefné, Cikó polgármester elmondta, örül annak, hogy a környező településekről is egyre többen érkeznek diákok az iskolájukba. A kisebb létszámú osztályoknak köszönhetően a tanári gárda nagyobb figyelmet tud fordítani egy-egy diák fejlődésére. A településnek mindig is szívügye volt a Cikói Általános Iskola, valamint az óvoda is, hogy fent maradjon. Nagyon fontos, hogy az itt élő gyerekeket helyben tudjuk oktatni, ezért nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy továbbra is fent maradjon az iskola, illetve az óvoda is. Egy kisebb létszámú falusias, családias hangulatú ez az iskola. Nagyon kiváló pedagógus gárda van, német nemzetiségi az iskolák, és úgy gondolom magas színvonalon oktatják a német nyelvet az iskolánkban. Nagyon nagy jelentőséggel bír, hogy itt 1-től 8. osztályig működik az iskola. Úgy tudtuk fenntartani a mai napig ezt, hogy a környékbeli falvakból is érkeznek ide óvodás, illetve iskolás gyerekek. Grábocról, Mőcségből, Bátapátiból szállítja az iskola busz az óvodás és az iskolás gyerekeket, illetve sokan Gonyhádról is kihozzák a gyerekeket, mivel ott nagyobb létszámú osztályok vannak, ezért vannak szülők, akik inkább idehozzák. Így tud fennmaradni a mai napig az iskolánk. Majd hozzátette, folyamatosan igyekeznek fejleszteni az összes intézményüket, amik a gyerekek nevelésében játszanak fontos szerepet. A tavalyi évben készült el az ebédlőépületünknek a helyreállítása, ott volt egy pincetömedékelés és egy épületsüllyedés, ami helyre lett állítva. Terve van még az iskola nyílászárók kicserélése, de figyeljük a pályázatot, hogy mivel tudnánk ezt megoldani. Az önkormányzatnak és az elkötelezett tanári gárdának köszönhetően olyan meghatározó fejlesztések zajlottak az iskolában, amik továbbra is vonzóvá teszik azt a diákok számára. Teljesen megújult a település védőnői szolgálatának székhelye a Parhanton. A beruházás a fejlesztés első lépcsője, hiszen nagy gondot jelent, hogy jelenleg nincs csak helyettesítő orvos a településen. Hogy ez a helyzet megváltozzon, tervben van annak a háznak az átépítése is, mely a leendő háziorvos otthonául szolgálhat majd. Az apparhantiak nagy bánata, hogy jelenleg nincs főállású orvosa a településnek. Pedig az önkormányzat 2019-ben pályázatot nyújtott be az orvosi rendelő felújítására, és nyert is 30 millió forintot. Ennek keretében hőszigetelés, nyílászárócsere, energetikai korszerűsítés valósult meg. A mozgáskorlátozottak számára is megközelíthetővé vált az épület, illetve szerencsénkre 2 orvosi eszközpályázatot is elnyertünk, egyet 2021-ben, egyet pedig 2020-ban, úgyhogy gyakorlatilag új bútorzat és minden orvosi eszköz a rendelkezésre áll, ami a megfelelő ellátáshoz szükséges lehet.
és ez csak a beruházás egyik eleme volt. A település egészségügyi ellátórendszerének modernizálása érdekében most a legkisebbekre gondolt a település vezetése. Ebben az évben ugye a védőnői szolgálat felújítása valósul meg, nem csak az épület rész felújítása történik meg, hanem ide is új bútorok, illetve minden olyan eszközbeszerzésre kerül, ami a védőnőnek nem csak itt, hanem az iskolába, illetve az óvodai ellátás során is szükséges lehet. A védőnői szolgálat felújítása is azt a célt szolgálja, hogy itt minden szükséges ellátást megkapjanak az édesanyák és a gyermekeik. Mivel Apadhant csokos település, igen hamar elkelnek az eladásra kínált épületek, és láthatóan több fiatal is választja lakhelyéül Apadhantot, ami magával hozza majd a védőnői szolgálat feladatainak megnövekedését is, na meg az oktatási intézmények létszámának emelkedését. Visszatérve az orvos kérdésére, ez a ma még eléggé rossz állapotban lévő lakrész az orvosi lakás, melynek felújítását a Magyar Falu Program finanszírozásából tervezi a település vezetése, remélve, hogy egy jó minőségű ház csábító lehet egy házi orvos számára. Apadhanton emellett folyik az utca felújítás programja, de egy nagy terv is kialakulóban van, amely egyszerűbbé teszi a környék településeinek élők életét is. Ha itt körülnézünk, nehéz elképzelni, de egy régi tervet újra leporoltunk, és ismét próbálunk pályázni az Apadhant ízmény összekötő mezőgazdasági útra. Ez egy nagyságrendileg 310 milliós projekt, egy 2,2 kilométeres útszakasz kötni össze Apadhantot Ízménnyel. Ízmény ugye zsákfalu, és amúgy légvonalban nagyon közel vagyunk egymáshoz, úgyhogy szeretnénk, ha megvalósulna, és így konzorciumba adtuk be ezt a pályázatot. E pillanatban kevés közös pont van a két település életében, de Dávid Tímea, a Apadhant polgármestere azt mondja, épp itt az ideje, hogy egy olyan út épüljön, amin akár kerékpárral, mezőgazdasági eszközzel, vagy ha szükséges, akár gyalogosan is megközelíthetőek legyenek a települések. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!